Hello mindenkinek, Ryder vagyok, a mai Heroes of the Storm videónkban Anubrakkal fogunk játszani, a Melee Warriorral, aki nemrég igazából megváltozott, és gyakorlatilag egy anti-mage tank lett. Van 20 darab beépített spell armorja, és hogyha ez mi nem lenne elég, akkor a Burrow Charge-en, hogyha eltalálunk egy ellenséget vele, akkor a stun után 25%-kal lelassítjuk őket 2,5 másodpercre. Anub jelenleg szinte kimerem jelenteni azt, hogy egy igen domináns erő a Nexusban, a rankben, és igazából játszunk vele egy meccset, beszélgessünk róla, hogy igazából miért is. Jó van, hölgyeim és uraim, ma a Black Hearts B pályán fogunk játszani, a lehető legutálható pályám. A mi csapatunk Anubarak, Cho, Gal, Auriel, valamint Lunara, az ellenség csapata pedig Chromie, Alarak, Tyrael, Zeratul, illetve Fight Time, Brightwing. Pontosan jók ezek a csapatok ahhoz képest, hogy ez egy quick match, és ráadásul első rétbe a dolog. Az első szinten a Nerubian Armor tesszük föl, amivel még több pajzsot kapunk majd. Szóval, Anubarak képességei, hogyha nem tudnátok, a Q az Impel gyakorlatilag egy ilyen skillshot, ami stunol ellenségeket, valahogy így. A W az Harden Carapace, amivel képesek leszünk arra, hogy egy kicsi pajzsot dobjunk be magunknak. Komolyan. Illetve a trétünk az valami locust, a Scarab Host majdnem, amivel csak igazából annyit csinálunk, hogy mindig, amikor egy képességet használunk, akkor nagyon-nagyon királyul egy csodálatos kis bogarat fogunk spawnolni, és ezzel a bogára, egy olyan kis bogára, aki össze-vissza megy és sebez mindenkit, illetve ami nagyon-nagyon szuper bennük, az az, hogy képesek arra, hogy skillsatokat elnyeljenek és hasonlókat. Szóval csak épp a cseszteket nem támadják. Gratulálok. Szóval ez itt tök király. Első szinten ugye a Nerubian armort vettük föl, ami 8 másodpercenként ad még 30 armort, spell armort. Ugye ezt ne feledjük el, fontos nem elfeledni, hogy a spell armor mellé igazából Chromie meg fog halni. A spell armor mellé még ott van a beépített 20 spell armorunk, szóval összesen 80-at kapunk. Az több igazából, mint a cap, mert a cap az 75, szóval nagyon tankosak tudunk lenni egy picike ideig. Borzasztóan tankosak tudunk lenni. Annyira, hogy a szinte hihetetlen. 8 másodpercenként másfél másodpercig. De ha ez még nincs fent, attól még ugyanúgy simán működik. Arra akkor meg kéne csapkodni. Ugyanígy működik. Még, nézzétek meg, nem figyel oda. Csak a csapat csinálja, hogy reagál. De most már reagál, oké. Megérdemelte. Teljes mértékben megérdemelte. Négyes szinten a Battle of Barbs-ot fogok fölvenni, amivel, hogyha kinyomjuk a kunkat, akkor ilyen kis tüskék maradnak, amik folyamatosan lassítják az ellenséget, hogyha benne mennek, vagy benne mozognak. Ez még ugyebár ad egy csomót arra, ami már alapjáraton megvan nekünk, mint lassítás, mint CC. Anubaraknak mindig rengeteg sok CC-je volt. Engedjük ki a cápát, mert miért is ne, már úgyis itt vagyunk. Ami nagyon szuper volt benne. Tehát nagyon-nagyon jó ott, és szerintem teljes mértékben
volt értelme annak, hogy Anubarak egy anti-mage legyen, hiszen gyakorlatilag arra van kihegyezve a kitje, egyszerűen arra lett kitalálva, szóval Tiriát nem értem annyira. Tiriát annyira nem tudom megérteni, talán azért, mert jól be tud ugrani, de Anubarak mindenképp. Anubarak mindenképp, és most gyakorlatilag pusztít mindent, tehát hogyha Hero League jelenleg. Felvettek egy autóátlakos hőst? Arthas. Felvettek egy mage-et? Anubarak. Felvettek mind a kettőt? Anubarak és Arthas. És ott már vége. Ott már kész. Ezért nekünk nem annyira bueno igazából. Chromie, please. Oké, ezt azért nem bírjuk ki. What? Hetes szinten a szubterrénien shieldet veszük föl, amivel, hogyha az ebetünkkel bőrölvalunk egyet, és bemegyünk egy ellenséghez, akkor nem érjük el, kár. Kár. Még egy pajzsot is kapunk, amíg megvan. Oh, hello. De nézd, egy csodálatos kis pajzsunk van, amivel igazából túl tudunk élni mindent. És még egy picit. Mindent és még egy picit tovább. Én itt már nem tudok harcolni, de igazából Bertin meg fog halni. Easy. És jó lesz ez, tehát úgy nagyjából azt kell mondjam, hogy jó lesz ez bőven szuper lesz ez. Tiro itt menekül, ami nem igazán jó neki, hiszen hey, ez a mit él felünk, szóval meg se haragudj Tiro, de nem erre kellene jönni, jó? Maradjunk annyiban, hogy nem erre kellene jönni. Jövök. Hello. Az az igazság, az a helyzet amúgy, hogy Alarak nagyon úgy tűnt az embernek, hogy ó, melee, akkor biztos, hogy nem ezei, nem. Nem mage, de effektíve Alarak mage. Ami, mint hogy mondtam, egy fura dolog. Nézzétek meg Chromie-t, hogy akkor tényleg halálra molesztáljuk. Soha nem hittem, hogy ki fogok mondani, hogy kedves naplom, ma halálra molesztáltam Chromie-t, de gyakorlatilag, hogyha megnézitek, akkor igen. Egyszerűen szegény minden létező sebzését kinyomja, amit csak tud, amit csak a kis, picike kis gnóm lelke megenged. Psz, komolyan? Semmi nem találtál? De hiába, mert nem ér semmit. Állakot el kéne találni. Egyszerűen nem ér semmit, hogy oh, hello. Szerintem ezzel jól vagyunk. Főleg, hogy a csogás segít nekünk. Így már nem annyira. Locust Swarm. 10-es szinten. Mert ez mindig egy király ulti. Oké. Okay. Ezért nem itt kellene recallolni, ez az igazság, hanem mondjuk itt. Itt jó lesz, itt király lesz. Csak vonatok vissza gyorsan. Hadd törni ne jönnek, nem számít. De vissza kell vonulni. Úgyse tudnak törni ne jönni, úgy igazából. Oké. Okay. Locust Swarm van kapcsolva. Maximum Locust Swarm. Bertwin meghalt. Valószínűleg Bertwin meghalt, nem halt meg. Semmi baj. Alarak meghalt.
Nincs mana. A mana miatt. Csak a mana miatt nem tudok tovább menni. Tehát, ó, nagyszerű, easy. Tehát csak egy kizárólag a mana miatt nem tudok tovább menni. Nem azért, mert nincs HP-m. HP-m borzasztóan sok van. Még talán túl sok is egy picikét. Lunára nagyon, nagyon vad. Nem túl sok Blizzard. Meg nem nerföldenünk berakott. Szóval a jelenleg januberek nagyon-nagyon jó. Tehát látjátok, hogy mennyire gyakorlatilag, nem tudom, ez igazából nagyon nem látszik a videón, de még így a teamfightokon se lehet, de igazából az ellenség csapata úgy táncol, ahogy mi fütyülünk. És én még egyszer, tehát nem tudom, meghaltam-e. Nem haltam meg, nem is úgy emlékeztem, hogy meghaltam, de még egyszer se voltam úgy olyan, hogy különösebben veszélybe kerültem volna. Tehát még egy Aegis nem kellett rám pazarolni. És mindeközben rengeteget támadom Chrome-it, ami miatt ugye nekünk csak király. Nézzétek meg most is. Gyakorlatilag még mindig jól vagyok. Tehát nem látszik, de totál jól vagyok. Igazából. Igazából totál jó. Izé nincs jó, hogy meg fog halni. Ott is meg tudjuk jönni simán. Invulnerable jó, nem számít. Nyomta a Sanctification-t, amikor nem nagyon kellett volna. Nézzétek meg! Tehát Chrome-i! Ez. Tehát ez így nem állapot szerintem. Ami itt megy. Tehát... Gyakorlatilag csak... Na jó, most nem menjünk, hiszen nincs manám. Tehát gyakorlatilag semmit nem tudnak csinálni. Bárhogy próbálkoznak, bármit csinálnak. Egyszerűen nem megy nekik. Tehát le vagyok most is polimorfozva, és akkor mi van? Fakja ezt logika. Jó, hát visszatudj nyomva, oké, visszatudj nyomva, nem számít. Nem számít! Amúgy valószínűleg csogálék voice common vannak, és úgy pedig elég könnyű. Vannak lassításaink, valószínűleg az Acid Drenched Mental Boss veszük majd föl. Amivel, hogyha valaki le van lassítva az ellenség csapatából, akkor bónusz autóattack sebzéseket tudunk rájuk nyomni. Ezt nem tudjuk szedni bőven. Ezt pedig meg tudjuk itt szerezni. Mert hát logika, Anubarak át tud menni, tudjuk, át tudja magát ásni a vizem. Szóval, hogyha valaki le van lassítva, akkor mi bónusz lassítva, rútolva, hát disabled, lassítva, rútolva vagy stunolva, akkor mi nagyon-nagyon szépen képesek vagyunk arra, hogy neki bónusz sebzéseket nyomjunk, ami azért érdekes még nagyon, mert ugyebár a saját képességünk is bőven jó erre. Ez alatt ugyebár azt értem, hogy a saját ebetünk, vagy a saját kunk is. Ne harcoljunk már annyit, ne, szóval törni neltek. Ezt csak is szerezzük meg. És akkor bőven jó lesz szerintem. Amúgy legjobb másaim szerint igazából az Aurel csogál kombó, az borzasztóan jó. Szóval lehet, hogy nem minden az én érdemem, de az én érdemem. De értitek. Gyakorlatilag semmi darab veszélyben nem érzem magam. Hello! Hát mindeközben Brighton meg fog halni. Hello! Neked ez most jó volt a lerek?
Jó, ne használjuk a nyelmet. Igazából egy rossz teamfight, egy nem figyelés, és bőven végünk lesz. Szóval annyira nem érdemes. Ezt meg kéne szerezni szerintem. Hello! Meghaltál, tudod, igaz? Bye-bye, már nem segít. A bye-bye már egyáltalán nem fog segíteni. Rajtad. A nobelákat igazából mindig is szerettem, az az igazság. Mindig is tetszett az, hogy rengeteg sok crowd kontrollja van. Gyakorlatilag túl sok szinte. Tehát egyedül, ahol nincs crowd kontrollja a képességei közül, az a W-je. Az E betűjén mondhatjuk azt, hogy van, hiszen gyakorlatilag be tud talentálni, hello. Be tud talentálni bőven. Jó, az invulnerable, az kellett, igaz? Oké, gyertek, fight me please. Ó, oh, nagyszerű, még vissza lehet húzva. Batwing. Szuper. Debilitation. Majd elmondom, hogy mit csinál. Most teamfight van. Most nem tudok. Nem tudok koncentrálni. Szóval a debilitation azt csinálja, hogy amennyiben valakit eltalálunk a stunnunkkal az enken, abban az esetben... Fuck you. Abban az esetben az ability power-je csökken. Az meg fog halni, igaz? Aha, szuper. Egészen pontosan 50%-kal kevesebb varázsjegyzést tud nyomni. Egészen pontosan 4 másodpercig. Tehát 4 másodpercig, ha valakit eltalálunk, vagy egy Jaina-t, vagy egy Keltaszt, vagy bárkit eltalálunk így, akkor gyakorlatilag ki van véve a játékból 4 másodpercig. Tehát az úgy... Át tudunk menni, igaz? Nem. Tehát ettől tartottam igazából, hogy... Ezt most itt elrontottuk. Csogán meghalt. Nem lett megigiszezve valamiért. És... még visszahozhatják. Tehát ez az, hogy ezen ez egy problémát okozhat. Oké, még visszaért, nagyszerű. De igazából nem hinném, hogy fog. Főleg, hogy nincs elég konyuk a törnénhez. Na most, ugyanakkor egy ilyen helyzetben igazából, most kis tanításszerű bármi. Meg fog halni. Szóval, ilyen helyzetben én igazából mondhattam volna azt a többieknek, hogy hé, back, szóval nyomhatom a W-t ott, amikor itt teamfight voltak, és igazából kellett volna, mert oké, hogy kiírja játék, hogy Anubrak is Hearthstoning, de lássuk be, hogyha csak ide kiírja, az egyszerűen nem olyan sok, és nem olyan észrevehető, mint hogyha ez jó lesz. Nem. Na jó, oké. Okay. Oké, Chromie megint ki van véve a harcból. Azt nem szabad elfejteni. Aegishez meg, köszönöm. Picikét bent voltunk. És kettővé hármasztunk. Egy picit. De igazából nem szerintem, mi is hoztunk egy pár killt, szóval minden cool. Szóval Chromie 4 másodpercre szinte ki volt véve a harcból, de igazából az is bőven elég volt neki, hogy lesebezze minket. Hát lesz egy kis teamfight, de igazából bőven jó, hogyha akarnak jönni valamit harcolni velünk, akkor teljes mértékben nálunk van az előny. Tehát az az igazság, hogy teljes mértékben nálunk van az előny. Ki lehet zónázni a Tyria. Bőven jó.
Most pedig Lunarán van a sor, hogy kizónázza Tyrion-t, akinek sikerül is. És már csak 4 darab gem kell ahhoz, hogy törni lehessünk. Mert ugye a számolás az így működik. Az ilyen egyszerű dolog. És meghaltunk. Oda van az MVP, a lehetőség az MVP-re. Pedig simán, simán megett volna. Tömbet tankoltuk, mint csomó-csomó XP-t szereztünk. Minden lehetőség adott volt arra, hogy mi legyünk az MVP-k. Sőt, igazából még azért adott is, hogyha sikerül. Többet már nem meghalljunk. Mert mindenki más többször halt meg, mint mi. Jó, megvan a szükséges gem adag. Nálam nincs semmi, szóval én zónázni fogok. Nekem a zónázás a feladatom jelenleg. Oké, locus form. Minden más, minden egyéb. Nem biztos, hogy engem akartak behúzni. Főleg nem így. Time stoppal. Oké, mindenféle kiderálj, meg minden. Igazából innen már el kell húzni a picsába. Az az igazság. De! Sikerült a turn-in. Szóval bőven jó. Húzas szinten van egy érdekes talentünk, amit úgy hívnak, hogy Nullification Shield. Ami gyakorlatilag olyan, mint egy Hardened Shield, csak gyakorlatilag mage, anti-mage specifikus, bocsánat, hiszen kapunk 60 darab spell armot, azaz megint összesen 80 spell armonunk lesz, ami igen combos. Na most kérdés az, hogy azt akarjuk-e? Miért meg fogunk halni, ha nem jön valaki gyorsan segíteni nekünk, például Jauriá, aki jött, hál' Istennek. Azt akarjuk-e? Vagy a Hive Master-t? Valószínűleg a Notification Shield-et akarjuk. Hiszen Alarak is... Alarak is Ability Power-ös. Hogyha oda mennek, mi is oda tudunk menni bőven. Csak egy picikét késik, de nem feltétlenül probléma. Be tudunk itt osonni. Lehet, hogy nem lát, lehet, hogy megláttak, nem tudom. Jó, azt le kell nyomja. Kicsikét korán. Az az igazság. Szóval bőven jó nekünk. Jó. Ulti. Nullification Shield. Mindenféle elmutott ultik. Jó, pajzsok. Stunok. Easy. És most meg lehet nyerni. Most már meg lehet nyerni a videójátékokat, srácok. Most már bőven meg lehet nyerni a videójátékokat. Még lehetek? Még totál lettünk MVP-k. Szóval Anubrak szépen sebez. Szépen sebez, jól tankol. Nagyon szuper mage-ek ellen, láttatok, hogy mennyire kibírtuk. Anubrak most nagyon jó. Top, komolyan mondom, top tank. Szinte még elmegy szóló tanknak is. De ha máshogy nem, akkor úgy szóló tank, hogy szóló tank valamint mellé még egy bruiser, például egy Artanis, vagy egy Thrall, vagy bármi ilyesmi, akkor úgy simán elmegy mindenféle tankolásnak. De tetszett a MyHeroStorm videónk, akkor ne felejtjetek el dobni egy lájkot, hiszen ez rengeteget segít. Valamint, hogy vagyok a csatornán, akkor én azt tudom, hogy iratkozzatok fel,
hogyha szeretnétek még ilyen videókat látni. Én Ryder voltam, hamarosan találkozunk, de addig is játsz tovább!